Kutatás kezdődött Bátaszéken. Az egykor Pécs és Bátaszék közötti 68 km hosszú vasútvonal emlékeit kezdte összegyűjteni egy Baranya megyei férfi. Ennek okán kért segítséget a helyi Keresztély Gyula városi könyvtár munkatársaitól, akik szívesen csatlakoztak a feltáráshoz. Palota Bozsokon egy fiatalember elhatározta, hogy alapít egy egyesületet, és akkor az a céljuk, hogy ők a vasútvonal történetének a meglévő emlékeit, amik még fellelhetőek, ők azt szeretnék összegyűjteni, és ugye mivel Bátaszék érintett, ugye az egyik végállomása volt ennek a történetnek, így Bátaszék is megkeresésre került, hogy amennyiben tudunk, ebben nekik segítsünk. Ugye most ez a kérés átkerült a könyvtárhoz, és a könyvtárban ugye alapvetően, hát mivel dolgozunk, egy csomó könyvvel, és örömmel mondtam a fiatalembernek, hogy egész biztos, hogy ha más nem, írásos anyagot biztosan tudunk, mert annak idején, sok évvel ezelőtt, ez 20-30 évről beszélhetünk, megjelent egy füzetsorozat például az én Bátaszékem, amelyben nagyon sokan visszaemlékeztek a vasúttal kapcsolatos történeteikre, hogy akár ők vasúti dolgozók voltak, vagy csak hogy milyen élmény volt nekik. Azért azt tudni kell, hogy amikor ment lefelé Bátaszékről Pécsre a vonat, akkor az egy elég hosszú út volt, sok mindenre volt lehetőség, ráadásul egy csodálatos tájon keresztül megy lefelé, vagy ment lefelé sajnos. És ugye az embereknek ez élmény volt, hát régen mivel közlekedtek? Leginkább nyilván vasúttal. Na most ez a vasútvonal 1911-ben került átadásra, és már az átadását megelőzően, hát ugye lobbiztak annak idején is azért, hogy ez egy általán megépítésre kerüljön, és ha most megengeditek, akkor én szeretnék ezzel kapcsolatban egy nagyon régi dokumentumból felolvasni, ez pedig nem más, mint megjelent anno 1903-ban, 1904-ben egy úgynevezett Bátaszék és Sárköz című folyóirat, amilyen hatalmas nagy lapokból állt, és ehhez mi adomány útján hozzájutottunk, ezt féltett kincsként őrizzük, mert ugye a helytörténeti szempontból nagyon fontos. Na most ennek kapcsán, hogy ez a vasútvonal érintett, és ugye itt fel kellene kutassuk, hogy mik azok az emlékek, amik nekünk fontosak ebből a szempontból. Nagy örömömre én megtaláltam, hogy 1904-ben megjelenik ez a bizonyos újságcikk ebben a Bátaszéki helyi újságban, hogy miként is lobbiznak annak idején, hogy legyen ebből egy vasútvonal. A Bátaszék-Pécsi vasút. Pécs város küldöttsége folyóhó 15-én, 1904-ről beszélünk, tisztelgett a miniszterelnöknél és a kereskedelmi miniszternél, hogy a kormánynál a Baja-Bátaszéki Dunai áthidalással kapcsolatosan a Bátaszék-Pécsi vasút kiépítését szorgalmazza. A memorandum végül hadászati szempontból és Pécs város speciális érdekeiről tevén említést a kormányt arra kéri, hogy a Bátaszék-Pécsi fővonal kiépítését célzó törvényjavaslatot az országgyűlés képviselőháza elé terjeszteni szíveskedjék. Ebből a folyóiratból egyrészt meg is szűnt, másrészt meg nincs több a birtokunkban, mert valóban érdekes lett volna, hogyha ennek látjuk az egész történetét addig, amíg ténylegesen felépítik, megvalósul, és ugye átadásra kerül, de hát ez már nem. Ma már csak arról tudunk beszélni, hogy ugye ezekben a bizonyos kis füzetecskékben azok, akik annak idején érintettek voltak benne, és számukra ez valóban fontos volt, ők erről megemlékezést írnak. És van itt még egy nagyon érdekes könyv, ezt mi nagyon szeretjük, ez a 12 füstös ember. Ebben nem kimondottan ez a vasútvonal szerepel, hanem általában Magyarország vasút történetéhez kapcsolódó nagyon fontos dokumentum, de ugye Bátaszék egy nagyon komoly vasúti csomópont volt, és ezt tudni kell, hogy Bátaszéken nagyon-nagyon sok vasutas generáció volt, tehát ahol apa, fia, ugye a vasut az egy állami állás volt, jól fizető, bár itt az egyik visszaemlékezésben, amit éppen ma olvastam, érdekes volt, hogy a Somogy megyéből ide települt család, a lányuk, aki annak idején aztán majd ő is a vasúthoz kerül, hogy elmondja, hogy hát bizony ők úgy éltek annak idején, hogy mivel a vasut az egy ilyen mozgó munkahely volt, akkor, hogyha ha úgy hozta a szükség, akkor áttelepítették őket egyik országrészből a másikba, és ez történt akkor is, amikor ugye ez a vasútvonal átadásra került, mert fel kellett tölteni az állásokat például.
A könyvtár vezetője azt mondja, jelentős forgalommal bírt annak idején az említett vasútvonal. Ezért reménykedik abban, hogy akár a bátaszéki lakosok relikviái között is felelhető néhány a vasútvonallal kapcsolatos emlék. Egyébként tényleg érdekes, hogy kinek mi ragad meg a múltjával kapcsolatban az emlékezetében, hogy mi az, amit fontosnak tart, azért a vasút elég sok helyen ott van. Pontosan azért, mert egyrészt vasutas dinasztiákról beszélünk, és ugye, ahogy említettem is, Bátaszék nagyon fontos vasúti csomópont volt. Ugye ment Budapest felé, Szekszárdnak, ment Bajára, ment Dombóvárnak, és ment Pécsnek. Ez négy irány, egyetlen egy is. Például, ha azt mondom, hogy akár még a 80-as években is, talán még egy kicsit a 90-es évekről is beszélhetünk, tehát nagyon nagy átmenő forgalma volt, és ugye akkor most nem is beszélünk csak a személyszállításról, a teherszállításról ne is beszéljünk, mert az egy külön kategória volt. Tehát itt rengeteg tehervonat ment keresztül, ugye átrakodó állomás volt. Tehát ezek mind jelentőséggel bírnak ma már sajnos. Ma már csak az emlékeit tudjuk esetleg. Ha szerencsénk van, meg fogjuk találni. Kiment egy felhívás a lakosság felé, hogy akinek bármiféle indítatása van arra, hogy ebben a munkában nekünk a segítségünkre tud tenni. Ez egyébként azért is fontos, mert egyébként is folyik egyfajta értékmentő munka, ami a település múltjával kapcsolatos. Tehát ez is annak egy bizonyos része, és ez jó lenne számunkra is, hogyha valóban megőrződne, és nem beszélve arról, hogy Bátaszéknek egy csodálatosan szép vasútállomása van.